Krisztián! Üdvözlöm, Mr. Uram! Krisztián, az ég szerelmére hol voltál, te kis dög? Én itt voltam a Motorcycle Clubnál. Gyere, sürgős dolgunk van! Ez kavaly! Igen! Mit kell csinálnunk? Meg kell állítanunk a vonatot. Ez most kamaj, megint megpróbáljuk megállítani a vonatot! Ez most egy elképesztő videó lesz, ugyanis... Mert egy busszal fogjuk próbálni megállítani a vonatot. Ugyanis a busz az hosszabb és nagyobb és vastagabb, mint egy kamion. És viszont csak az a városban található, de viszont ide fölhozzuk. Mondjad már, beszélj már normálisan! Ha felhozzuk a városból, akkor be tudjuk állítani keresztbe az alagúthoz, és meg tudjuk állítani vele a vonatot, biztos vagyok benne. Viszont srácok, hogyha szeretnétek egy olyan videót, amiben a szuper katonapáncél összemérkőzik a mini tankkal, akkor nem most kell tennetek, mint lájkolnatok ezt a videót egy nap alatt! 4000-en! Néhány másodperccel később. Jó, Krisztián, rácsebízzuk többet a elmagyarázás feladatát. Igen, akkor mit csinálod te? Jó, majd én csinálom is. Na, hello, srácok! Ez itt egy újabb GTA-s videó. A nem tudom hanyadik rész, mert már rengeteg GTA-s videó van, de nagyon szeretitek, úgyhogy mi is nagyon örülünk neki, és mi is nyomatjuk. Szóval ebben a videóban azt fogjuk csinálni, hogy megpróbáljuk megállítani a vonatot buszokkal. Elsősorban le kell mennünk, és szereznünk kell pár buszt. Krisztián, készen állsz arra, hogy buszokat szerezzünk? Készen állok! Először is menjünk, és nézzük meg a helyszínt, Krisztián, és magyarázzuk a srácoknak, hogy mit is értünk az alatt, hogy buszokkal szeretnénk megállítani a vonatot, ugyanis ezt nyilván nem mindenki érti, hogy ezt miért akarjuk, hogy hogy akarjuk ezt megcsinálni, úgyhogy el kell mennünk erre a helyszínre, itten is pontosan. Szóval induljunk is át. Krisztián, milyen buszok vannak amúgy a városban? Mert azt tudom, hogy vannak azok a kékek, amire egyszer így fölálltunk, vagy eltorlaszoltuk egyszer az utat vele, emlékszel? Igen, hát az. Olyan busz. Csak olyan buszok vannak? Hát olyanok. Aha. Ilyen iskolabuszok nincsenek? Az nincs. De szerintem az jó lesz, mert az a kamion az nem olyan, mint a busz. Az hát igen, a kamion az egy az, hogy elhajlik. A busz az meg egy ilyen hosszú, egybefüggő ilyen dolog, ami lehet, hogy megállítja a vonatot, ki tudja. Ja, annak jobb vonat megállító power. Hát igen. Szóval ide is értünk, és itt van ez az alagút. És ennél az alagútnál, hogyha beszorítunk így keresztbe egy buszt, akkor nagy valószínűséggel, ugye mivel a vonat nem tud elmenni, mert befeszül ide a két oldalára a busz, ezért meg fogja állítani a vonatot. Legalábbis ez a teóriánk. Igen, és Máté, most jutott eszembe valami. Meg kéne nézni, hogy a Cargo Bob azt fel tudja emelni a buszt. Hogyha esetleg nem sikerül egy busszal, akkor megnézhetnénk azt, hogy a kárgóba fel tudja emelni a buszt, és hogyha föl tudja, akkor betenni egy buszt, és a tetejére tenni még egy buszt. Szóval akkor le kell mennünk a városba, Krisztián. Mivel tudunk a legkényelmesebben lemenni a városba, mert elég lassú az autó. Én tudom, mivel. Vagyis hát nem lassú, amúgy ez elég jó, ezt szeretem az én autót. Tudom, ez volt az első. Ez volt az egyik első autóm, ezt akartam elmondani. Azokhoz a járművekhez képest, amik vannak, így ilyen gyorsaságra, az ahhoz képest nem lassú. Mint például neked ez a rakétakocsi. Igen. A fenébe, amúgy nekem tettem? Is meg fogunk venni, srácok, egy autót. Elmondjam a srácoknak, hogy mit fogunk megvenni? Meg elmondhatod. Jó, na szóval. Ugye látjátok, hogy van 4,5 million dollars. Ez azért van, mert meg fogjuk venni a Deluxo-t. Ami 5.750.000, hát az nagyon sok, de hát ezzel már egy kicsit könnyebben fog tudni közlekedni, mert ugye repülő autó, tehát nyilván. Ja, meg csak ez kell az a Mobile Operation Center, hogy tudjam fejleszteni mi. Igen, de megnéztem, és tuningolni tudod anélkül is, csak a rakétát nem tudod fejleszteni. Ja, rajta. Az engem nem érdekel a rakéta. Hát mert én gyorsaságra fogom használni. Patálj be, kis haver! Oké, okay. Na induljunk a városba! Let's go! Na várjál, bejelölöm, hogy nem is tudom, hol vannak buszok, te tudod? Hát csak ott benne a városba keresgélni kell. Lőd ki magad! Let's go! Assza! Ez nagyon jó az a rakétakocsi. Fiat, bele fogunk repülni a folyóba. Dehogyis. Nem, amúgy nem fogunk. Ez mennyi
Bekerült, Krisz, ez a rakéta kacsi. Ez 3 millió valamennyi, de most le van értékelve. Csak 4 millió, és most azt hiszem 2,5 millió. És ez jobb, mint a Deluxo. Nem, mert ez nem tudsz repülni, de viszont ja. valamire nagyon jó ez is. De arra a Deluxo is jó, hogy amikor vannak ilyen küldetések, hogy nem szabad meghalnod. Azt mondom, nem szabad meghalnom. Van, hogy kirabolják a kokólabot, meg ilyeneket. Ja, és jönnek a rendőrök, és jön helikopterrel, és nem szabad meghalni. És ezzel simán leszeded rakétával a helikoptert. Nem szabad meghalnod. Amúgy a Deluxo-ban már régben lennénk városban. Na igen, ezt mondom, hogy az nagyon jó. És ráadásul ugye lehet benne utasokat szállítani tök könnyen, mert csak így beszállsz, és húgy, már repülsz is. Az kettő személyes? Két személyes, aha. Az bőven elég, mert mi ketten vagyunk. Szóval akkor egyfajta buszt kell keresnünk, az a ilyen kék busz. Biztos emlékeztek rá, srácok, amikor eltorlaszoltuk az utakat velük. Na, olyan buszokat kell keresnünk, és legalább kettővel ide kell jönnünk. És hogy nézzük meg, Krisz, hogy először egyet rakunk be, vagy mind a kettőt egyből? Hát először egyet. Jó, most valami medencébe bele fogunk esni. Dehogy is, pont az útra fogunk. Ezt figyeld. Látod? Mondtam én. Mit mondtál? Na, menjél már! Ne robbangass föl magad! Menjél! Persze, vonzád ránk a rendőröket, így is nincs elég bajunk. Pontosan, én is így gondoltam, hogy nincs elég bajunk. Ha-ha-ha! Meghalt, dög! Azaz, na, most már biztosító nem fizet neki. Mert azt fogja mondani, hogy egy rakétakocsi kilőtt az útról, és nem fogják elhinni, ha-ha-ha! Oké, nem tudom, miért ide jöttünk, de okay, most ide bejöttünk a városba. Igen, most már bemegyünk a városban. Oké, szóval akkor keressünk ilyen buszos helyeket. Szerintem lent lesznek a... Én úgy gondolom, hogy szerintem lent lesznek a... izénél, a repülőnél. Benne a város legközepén. Szóval menjünk a repülőkhöz, mert ott biztos vannak buszok, mert ott ugye szokták. Van ott busz megálló a... ezért a repülőtérem. Na. Ha egy busz bespawnol, az már jó lesz, mert... Mert akkor által... olyan nyolc. Igen, igen, akkor mindig amilyen kocsi van, az... Ott van egy, ott van egy, ott van egy! Hol, szemben! Hol. Itt van a bokor mögött! Nehogy elmenjél! Jó. Állj meg, állj be elé. Oké. Hello, kedves buszsofőr úr! Azt te, Krisztián, tudod, hogy a buszban az a legnagyobb, az a legrosszabb. Az a legrosszabb, meg kell verekedni a buszsofőrrel! Oké, pattanjunk be már. Jaj, vagy. Hey, pattanj be, buszsofőr úr! Oké, te is szállj be. Várj, felszállok a buszra, én is. Oké, és akkor keresünk még egyet. Jó van, na most mehetünk. Most hamarabb fog spawnolni szerintem. Na, amint láthatjátok, srácok, ez a busz, ez egy nagyon nagy, ilyen nagy darab dolog. Igen. Egybefüggő. És nagyon jól tudja megállítani a vonatot az alagútba beállítva. Ez a teóriánk. Hát nem gondoltam volna, hogy a legnagyobb kihívás ebben a videóban az lesz, hogy buszt találjunk, de... Még nem tudhatod már, hogy mi lesz a legnagyobb kihívás. Lehet az lesz a legnagyobb kihívás, hogy kilő minket az holdra az ja, és vonat, túl kell éljünk a holdon. Vissza kell jönnünk. Ott van. Juhú, azt nem is mennyi. Egy. Ott a három busz. Na, lesz egy szint, Krisz. Narancsárga. Jó, persze, hogy a leghátsót. Na, gyere. Oké, na jó van, akkor ha kell következő busz, akkor tudjuk, hogy ide kell visszajönni. Oké. Okay. Jó van, amúgy az interneten néztük meg, hogy kell buszt szerázni. Azt a, így bepáncsoltam a... Jó, kimentem a kerítésen. Jó, mondjak én is utánad. Jó, gyere. Okay. Nézd, arra a gumirakásra kell rámenni. És úgy ki tudsz jönni. De gyorsabb sebességgel. Hát de gyors menéssel. Gyorsabb sebességgel jó, kell. De úgy neki ütköződ. Nem ütköződsz neki. Na, így látod? Jó van, én inkább körbe megyek. Ezt a pancsert nem bírsz kijönni, ekkora pancser vagy. Na várja, közben bejelölöm a térképen, hogy hova kell menni, és kövessél, jó? Csak utána nem kell jönni, Krisztián. Semmi nagy dolog. Jó? Oké. Okay. Gyere. Ez az! Buszsofőrök lettünk a GTA-ban. Krisz, mit szólsz? Nagyon örülök. Mert a buszsofőr ruhámat fel kéne venni. Ne már! Majom! És akkor majd nem fogunk tudni oda menni. Amúgy ez egy piros busz, csak mondom, nem narancsárga. De mert ott volt a piros, és az pirosabb volt. Igen. Mint ez ilyen narancsárgás. Itt izébe kell menni, ott szembe? Mert nekem nem mutatja. Gyere utánam! Akkor szerintem ez gyere utánam! Persze, csak a Máté ez még nem tudja a járást. Mi az, hogy nem tudja a járást? Gyere utánam! Ennyit mondtam! Te meg...
Jó, csak itt nem így kell menni. Aztán majd ezért nem is fogsz tudni adaptálni, te bajom ember. De nekem nem mutatja a waypointod. Azért mondtam, hogy gyere utánam. De neked mutatja az én waypointom? Nem. Hát akkor nyilván nem, mert nem egy izébe ülünk. Jó, de... Ja, ez az buszverseny! Ja. Aki előbb odaér a Motorcycle Clubhoz, az a Bang Király. De nem a Motorcycle Clubhoz kell. Hát jó, de aki előbb odaér a Bang Király Clubhoz, az a Motorcycle. Aki előbb odaér a Bang Király Clubhoz, az a Motorcycle. Igen. Én megyek tovább a Destinationre, és aki előbb adér a Destinationre, az a Mega Király. De nem, mert ez már meg volt beszélve. Az a Mega Király. Oké, és jó, és van, ki fog először adérni a Motorcycle Clubhoz. Let's go! Ez az, én meg a Bang Király. Nagyon érdekes, nagyon vittes. Na, menjünk tovább a Destinationre, amire ugye oda kell érni. Szóval, annak van értelme, és annak a Fosh Cycle Clubhoz kell odaérni. Na, erre nagyon kíváncsi leszek. Egy az, hogy befér a helyére. Kettő, meg hogy mi történik. Jó, nem jön vonat. Akkor beállok vele. Várjál, mert ezzel valami kis okosságot kell művelnem. Most ezt nem mondod, hogy felbarítja magát ez a barom állat. Ne! Ne már! Tök jól álltam már, te Degeneration! Ez szóval nem volt komolyan, hogy ilyen béna vagy. Most megölt a Krisztián. Most tönkretette az életünket. És most hogy álljak oda? Hát ott áll a büdös hullád. Menj el onnan akkor. És akkor eltűnik. Várjál. Add át a buszt, Krisztián. Kedves uram! Add át a buszt. Most jött a délután. Vigyázz, mert jön még egy. Most jött a délután 3-as busz, de kedves uram maga, mit csinál? Még nem ott van a busz megálló. Hol a busz megálló? Hát, induljál meg felé. Még kell kitörni a buszajtót? Nem tudom. Még nem tűnt el, még nem tűnt el, még ott áll. Akkor lejjek meg. Menjünk el távolabb. Hát ez nem sikerült, Krisz. Mindegy, mert pont azon gondolkoztam, hogy úgyis vissza kell jönni, mert először csak egy buszt próbálunk, és akkor utána próbálunk kettőt. Máté, az alien fegyverre be lehet állítani a buszt, hogyha kell. Tudod, így rá lehet segítkezni. Ja, igen. Na, menjünk vissza, megpróbálom beállítani a buszt, mert be akartam tolatni, csak nem sikerült, mert a Krisztián ellökött. Köszönöm szépen. Szívesen. De azt időbe kell úgy, hogy amint elmegy a vonat, egyből utána. Oké, menj oda föl jobb oldalt a dombra. Oda. Igen? Igen. De nehogy jöjjön a vonat. Nem jön. Nézem. Most nem jön. Menj oda fel jobb oldalt. Oké? Okay? És most balra tolass. Oké, okay, és a kőm... Hát ez így barzasztó, Krisztián. Vigyázzon a vonat, vigyázzon a vonat! Ezt mondtam, te barom! Ezt mondtam! Ezt nem hiszem el! Ez nem is én motor! Hanem ez egy retkes busz! Itt meg kell várni, míg elmegy, hogy utána le. Szabad. Szállj ki, majd én megcsinálom. Oké. Okay. Szóval, be kell tolatni. Így, így. Perfect. Jó, és most belöldözöm a izébe. Okay. Ne lövöldözz be, így jó lesz, és leszállok, és akkor nézzük. Oké, okay, és menjünk ide föl, gyere! Oké. Okay. Innen jó kis kilátás. Asta! Na! Vajon mi fog történni? Na, ezt tudja, hogy beszorítjuk, és tudja, hogy király lesz. Hülye! Ez muszáj? Na, jön is! Oké, és Mr. Bus! Ne okozz csalódást, kérjük szépen! Azaz, jön a vonat! Na, let's go! Gyerünk, busz! Állítsd meg a vonatot! Megállni! Meg fog állítani! Let's megállni! Go! Vigyázz, agyon üt! Máté, ez hogy történhetett? Hölje vonat! Krisztián, hát ez kicsit...
durvább experience volt, mint gondoltam, hogy lesz. Ja. Viszont most nincs buszunk. Hozni kell újat. Viszont én szerintem fogom és hozom a jetpackemet. Vagy kárgóbob. Igen, azt is meg kéne nézni, hogy felépítsem. Jó, tudod mit? Akkor én megyek egy kárgóbobért, és megpróbálom azzal elhozni. Jó. És nekem meg... Jaj, ne jönnek a hülye rendőrök. Jó napot, én nem csináltam semmit. Jó napot, kedves uram. Kedves uraim, én nem csináltam semmit, nehogy lőjetek. Na, elmegyek akkor kárgóbobért. Mennyibe kerül a kárgóbob? Mert én tegnap vettem hangárt. Igen. Igen, úgyhogy most már tudok venni kárgóbobot. Itt az egyetlen lehetőség, amink van, az, kettő busz berakunk egymás tetejére, mert ugye ez most így föllövi, tudod? De szerintem ráteszem, kettő buszt rakjunk be. De hogyha ráteszem még egy busz tetejére, akkor nem tudja föllőni, ugye? Kettő buszt rakjunk be szerintem, egymás mellé. Na, elmegyek akkor kárgóbobért, várjatok, ide kell mennem. Na, ide értem a reptérre, és akkor nézzük meg, hogy lesz-e itt egyáltalán kárgóbob, vagy 50 évig kell azt is keresgélni. Na, vajon? Első próbálkozás? Hát, ez nem jött be, kis barátom. Úgyhogy akkor keressünk kárgóbobot. Kicsit később. És kárgóbob, let's go. Oké, meg is van, és akkor... Jó, akkor le kell menni oda a busz meg pályaudvarra. Megyek. És akkor meg kell próbálni felemelni egy buszt. Oké, és itt elmentünk buszt keresni a városba, de sehol nem találtunk, és már azt hittük, hogy a helikopter miatt van, szóval azt inkább otthagytam a fenébe. Kerestük, de még mindig nem találtunk, pedig már vagy egy óra eltelt. És már annyira felidegesített, hogy végül a Chris megvett egy buszt 500 ezer dollárért. Nem tudom, miért kerül egy retkes busz 500 ezerbe, de mindig. Pár órával később. Krisztián, mondjad, hogy végre van buszunk, mert most már hányok mindjárt. Igen, van buszunk, mert vettem egy buszt, mert máshogy nem tudunk buszt találni, mert egy órán keresztül kerestük a buszt, és nem találtunk. Ja, de ide bespawnolt még egyet most. Természetesen most, hogy vettem egyet. Igen, mert srácok, az van, hogyha amiben ülsz, azt jobban spawnol, így az útra. De mivel nem találtunk buszt, ezért nem spawnolt, és itt se akart spawnolni egyáltalán, szóval... Jaj, hány inger. Na mindegy, menjünk. Na bejelöltem én is, hogy merre kell menni. Mit csinálsz? Ja, tola. Az jó, hova kell menni? Hát, oda, nem? Vagy van itt amúgy még oda? Egy jó hely? Oda! Jó, Máté, hát én amúgy találtam itt egy jó helyet, azt is nézzük meg. Gyere utána, Máté. Most akkor megnézünk egy új helyet. Igen. Jó. De hogyha nem jó, akkor hagyjuk. Akkor megyünk a régi helyre, és megpróbáljuk. Igen, az volt a baj, hogy a kárgóbobbal idejött a Máté, és nem spawnolt buszt onnantól kezdve. És körülbelül olyan 3/4 órán keresztül próbáltuk keresni, de nem sikerült. Ja. Vagy inkább egy óra. Ide kell lemennünk, és így semmit nem látok, mert jól tudja Krisztián, hogy nem mutatja nekem a térképen, de azért mondja... Hát mit ne a térképen, hát a szemeddel nézze magad elé, hát ott az alagút, nem látsz? Ne idegesíts már föl! Micsoda alagút! Annyi alagutat látok, hogy mindjárt hát kiúpad a szám. Előbb, mikor ott álltunk, akkor volt ott az alagút, te fogyi. Ezt a barmot. De most te mit csinálsz? Ne, szoríts már be! Itt kell kimenni, vagy nem tudom, hogy kell lemenni oda. Várja, és beszorít ez a hülye. Itt menjünk ki, és nézzük meg, hogy, mert ide kell lemenni magunk alá. Ott van az a kis keskeny út, hogyha látod. Nem látom. Most én onnan tudjam, hogy te miről beszélsz. Majom ember. Itt le kell ugrani. Azaz, robbantjuk fel a buszt, ha már megtaláltuk. Oké, és itt vissza föl kell menni. Hát ott marha jó, és még hegyet is másznunk kell? Igen. De most ezt nem marad komolyan. No! Menj fönn! Ezt nem hiszem el! Spongebb-ének. Jó, elment a... Ja, és ide kell beállni? Igen, és arra gondoltam, hogy ide beállunk. Hát akkor... jó, de itt ez nem jó. Hát, csak ki akartam próbálni. Na mindegy, akkor hagyjuk, mert az akkor nem jó így. Pont túl rövid ahhoz, hogy ide a szélére jó legyen, és pont jó, túl hosszú. Jó, mennyi hátra, mielőtt elüt a vonat, azt meghalok. Oké, és akkor jó, hát akkor ez nem jó, akkor menjünk az eredeti helyszínre. Azt a James Bond megfordulást láttad. Azt figyeld! Ja, bocs. Na ezt mondtam, hogyha van buszunk, akkor egyből beterem 85. Na, Krisztián, jön a vonat. Ezután egyből én nekiállok beállni oda, ahova az előzőleg álltam, és te meg állj be így full mellém majd. Aha. Jó?
Igen, de nem is mondtad a srácoknak, hogy megérkeztünk, de... De megérkeztünk. Oké, és Matt is! De akkor ne ellökj már ki! Várjál, belögdöslök oda. Nem jó. Kell belögdösni oda. Csak hagyjál. Nem megy hátrafelé ez a busz! Na. De így most be tudlak lögdösni. De nem tudsz, mert nem kell. Jó, már jöhetsz is. Oké? Várjál! Kiszállok. De te most mit csinálsz? Nem tudom, hogy kell beállni. De belegye olyan pancser, akkor szállj ki. Ez nagyon egyszerű pedig. Jó, és most hátra! Na, hogy felborulj. Szállj ki, majd én megcsinálom. Jó, de jönni fog már vonat. Nem fog. És egy évig kiszáll ebből a szarból. Nyugi, nézek arra, hogy ne jöjj. Jó. Ne jöjj, te gonosz! Ja. Máté! Dudál már a vonat! Siess! Jaj, ne már itt jön! Máté! Úgy jó lesz! Csak szállj ki! És gyere föl! Jó! Nézzük, hogy két busz sikerül-e megállítani a vonatot! Let's go! Ezt nem hiszem el! Ugye vonat már nem igaz! Ez most kamaj. Ezért szenvedtünk ennyit. Ezért szenvedtünk ennyit! Te tudtad előre! Te tudtad hülye előre! Hülye van! Ja! 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 Oh, most melyik kell meglőni, te gonosz? De ne már! Mindjárt oda verek egyet! Azt a mindenségét, uram! Fékezze magát! Ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el, hogy ennyit szenvedtünk ezért a szarért! Ezt én se hiszem el! Persze. Nem igaz, mert ez a vonat. Én már kezdem azt hinni, hogy meg sem lehet állítani, nem? Te tudtad. Tudtad ezt! Én már kezdem azt hinni, hogy meg sem lehet állítani ezt a vonatot, hát, de nem? Tényleg nem lehet. Kijutalak egy még jobb ötletet majd. Jó. Srácok! Írjátok le az ötleteiteket, hogy hogy próbáljuk még megállítani a vonatot. Úgyhogy köszönjük szépen srácok, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha ez tetszett nektek, akkor nézzétek meg ezeket is, ugyanis ezek is meg a király pöpecek. Úgyhogy mindenféleképpen nézzétek meg, és találkozunk a legközelebbi videóban. Szevasztok!